vasárnap is érdemes korán kelni, ugyanis szeptember 20-án itt a Fóti Gyerekvárosban rendkívüli motoros eseményre kerül majd sor, de hogy mi is ez, arról az egyik itteni nevelőt kérdezzük. Ezt a motoros eseményt felajánlották intézményünk számára, és nagyon nagy örömmel vettük, hogy itt az intézményünkben helyt adhatunk ennek a rendezvénynek. Nagyon várják a gyerekek, nagyon várják a felnőttek, készültünk rá, vártuk őket szeretettel, és reméljük, hogy nagy élményben lesz részünk. Ez az ország egyik legismertebb gyermeknevelő intézete. Hányan laknak itt, és milyen korosztályúak ők? Ez változó korosztály, egész 3 éves kortól, akár 18 éves, 24 éves, 25 éves korig is itt élhetnek a gyerekek, mivel hagyományos gyermekotthon, különleges gyermekotthon, utógondozói otthon van intézményünkben. Mellettem Fülöp Gábor, a Junior Street Fighter Team egyik oszlopos tagja, akit arról kérdezek, hogy honnan jött az ötlet, hogy a Fóti Gyerekvárosban rendezzenek Street Fighter bemutatót? Hát elég régóta töltöttük már az agyunkot valami hasonló jótékony fellépésen. Most arra lettünk elég erősek hozzá, hogy ezt be tudjuk vállalni, és hát igazából a helyszín kiválasztásban semmi különösebb szempont nem játszott szerepet, egész egyszerűen csak dönteni kellett, és hát Fótra esett a választás. Mit kell tudnunk erről a csapatról? Hát a csapat most már hosszú évek óta együtt van, szépen lassan a létszám úgy azt mondja, az utóbbi egy évre tisztult le, és az ott egészen komolyan veszük. Hány eseményen vettetek részt ebben? Hát évi 8-10 hivatalos fellépésünk van, meghívások, motoros találkozókra, céges rendezvényekre, falunapokra és egyéb különböző megmozdulásokra. Tehát azt kell mondjam, egyre több, hála Istennek. És milyen produkcióval készültetek? Ugye azt tudjuk, hogy a gyerekek közönsége az nagyon őszinte lesz, és kemény kritikával illeti majd a produkciót. Persze az ő reakciójuk mindenképpen őszinte, ezt mi is tudjuk, de a tapasztalat az, hogy ők talán tényleg a leglelkesebb rajongóink, és ők azok, akiket a legkönnyebb ezzel úgymond megfertőzni. Hát van egy saját koreográfiánk, ugye egyedüliként az országban csapatként Street Fighterkedünk, ebből fognak látni egy kb. 20-25 perces bemutatód. Körbe mentetek és? Hát beszélgetünk. És mit mesélt neked? Hát, hogy miket szoktak csinálni, milyen trükköket. Ilyen élményre számítottál? Igen. Félelmetes volt? Nem. Te is mennél még egyet? Igen. Köszönjük szépen.